Csepei Adrián vagyok, a Népszabadság újságírója. Azért én vagyok ennek az estének a moderátora, mert mivel egyrészt a sport sajtóból érkeztem, másrészt pedig nő vagyok, ezért mondhatjuk, hogy halmozott a hátrányos helyzet. Szóval volt már szerencsém a hímsovinizmushoz, a feminizmushoz, foglalkoztam feminizmussal az egyetemen, illetve érdekel a téma, mivel ugye magam is megtapasztalója vagyok a társadalmi nem fogalmának, és hát emiatt ugye én gyakran írok ezzel kapcsolatos cikkeket, így ismerkedtem meg a Judittal, akinek szintén harapták már le a fejét írásai miatt. Ez könnyen megy egyébként, hogy kommentben mindenféléket megkapunk. És akkor szeretném bemutatni az est résztvevőit. Szerintem elindulok onnan, és akkor körbe fogok haladni. Péterfi Novák Évát szeretném bemutatni. Bizonyára sokan olvastátok. Bocsánat, az egyszerűség kedvéért letegezek mindenkit, aztán majd vissza lehet a végén csinálni, hogyha valakinek esetleg ez rosszul esne, de így egyszerűbb. Bizonyára sokan olvastátok az Egyasszony című blogot, illetve az abból megjelent könyvet. Erre még vissza fogunk térni az este folyamán. Soltész Krisztina, a Nők Világa Alapítvány pszichológusa. Azt gondolom, hogy majd ő kifejti, hogy pontosan mi is ez az alapítvány, és hogyan kell érteni a nők világát. Ugye Hidas Judit, akit már bemutattam nektek, ő az estének a főszervezője, és ugye íróként is ismerhetitek, illetve nyilván sokan találkoztatok a Nagy Vihart Kavart cikkeivel, hát mondhatom, hogy cikkeivel. Szeretném majd, hogyha egy olyan beszélgetés alakulna ki közöttünk, amit nyilvánosan, amit mi már ugye négy szem közt folytattunk, illetve a Tilos Rádióban is az Évával hármasban, hogy nem is biztos, hogy olyan nagyon fel kell kapni a fejünket azokra a dolgokra, hogy nem is kell annyira megsértődni a dolgokon, amiket ő ír. Mellettem Tamási Erzsébet kriminológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít, bizonyára sokakat közületek is, és mellette pedig Bedő Imre, egyébként közgazdász, és a Férfiak Klubja alapítója, ami szintén egy nagyon titokzatos dolog, de majd ki fogja fejteni, hogy pontosan mit is takar a Férfiak Klubja. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan kezdjem el ezt az estét, de először is azt szeretném kérni, hogy beszéljük meg akkor, hogy mi is pontosan ez a nők világa, és hogyan működik, és akkor ezen a nyomvonalon majd elindulunk. Hát, köszöntelek benneteket. A nők világát az körülbelül 6 évvel ezelőtt hívtam életre. Egyébként én praktizáló pszichológus vagyok, és igazából azért, mert azt tapasztaltam, hogy számos hangulatzavar, illetve szorongásos zavar mögött kapcsolati problémák állnak. Én nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy tehát én pszichológusként vagyok itt, én nem nagy perspektívából látom a gender kérdést, hanem azoknak az embereknek a történetein keresztül, akikkel találkozom. És így én ezekről a történetekről és ezekről a tapasztalatokról tudok majd mesélni. Tehát az alapítványt azt igazából ezért hívtam életre, mert azt vettem észre, hogy a párkapcsolati problémák okoznak nagyon sok pszichés problémát, és 2010-ben, amikor 2009-10-ben elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még az, hogy lelki bántalmazás nem nagyon volt tematizálva. Tehát az, hogy verbális erőszak létezik, az, hogy kapcsolati erőszak fizikai bántalmazás nélkül létezik, az a szakmai konszenzus már volt erről, de azért a hétköznapi emberek bizony nem tudtak róla, és erről úgy győződtem meg, hogy a saját baráti körömben készítettem egy kis felmérést, hogy vajon mit gondolnak ők. Tehát ezek egyetemet végzett emberek Budapesten. És bizony rájöttem arra, hogy rengeteg előítélet és sztereotípia terheli a közgondolkodást, és én akkor éppen gyesen voltam a kisebbik fiammal, és sok időm volt, és ekkor hívtam életre ezt az alapítványt. Elsősorban ekkor még csak azért, hogy erről beszéljünk. Tehát akkor elkezdtek újságírók kérdezgetni ezzel a témával kapcsolatban, és aztán nem csak nekem, hanem azt gondolom, hogy ez korszellem hívta életre már az alapítványt is, mert hogy hál' Istennek azóta, mert azt gondolom, eléggé át van tematizálva a közgondolkodás
a családon belül szaknak olyan értelemben is, hogy nem csak a fizikai meg a szexuális bántalmazás létezik, hanem bizony a lelki bántalmazás is, hogy mi minek az előszobája. Tehát, hogy igazából ezért hívtam életre, és azóta bizony nagyon sokan megtalálnak, akik ezzel kapcsolatban olvasnak cikket, és pont ezért jönnek hozzám, mert azt tapasztalják, hogy még a pszichológus szakma is tele van előítélettel, és én is hallottam már olyat, hogy úgy érkeztek hozzám, hogy a pszichiáter nő mondta, hogy a házas, tehát hogy a családon belüli erőszak, tehát azért kap a nő egy-két pofont, mert rosszul kommunikál, és hogy ez okozati viszony, és hogy ennek így helye van. Szóval, hogy sajnos még a szakmai gondolkodás sem teljesen mentes az ilyen előítéletektől. Úgyhogy nagyjából ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm, és akkor Imrét is arra kérném, hogy egy néhány mondatban foglalja össze, hogy mit is takar ez a titokzatos klub, és be akarunk elépni, vagy nem, ezt majd eldöntjük. Üdvözlöm én is a hallgatókat. A közgazdászként hoztam létre a férfiak klubját, és ez azért fontos, mert én azt gondolom, hogy a közgazdaságtudomány az egy társadalomtudomány, ellentétben a mai mainstream-mel, aki azt gondolja, hogy a közgazdasági döntések végén számok vannak, és a 8-ból 10-et kell csinálni, és a 3-at le kell faragni 2-re. Én azt gondolom, hogy a közgazdasági döntések végén emberek állnak, sorsok állnak, minden egyes esetben, akár kis cégről, akár országokról beszélünk, és mindig is érdekelt, hogy mi a társadalmi energia forrása, és mi az, ami az embereket motiválja. És ahogy körülnéztem, 10 évig munkálkodott bennem az, hogy úgy szétesőben ilyen dekadens érzésünk van, de ez a dekadencia fölgyorsult. Ugye ez múlt század elején is volt ilyen érzés, meg azelőtt is, de ez nagyon fölgyorsult. Kevésbé fontos ma már a felelősségvállalás, a tartás, a döntésképesség. Egy sereg olyan érték kezd ugye devalválódni, vagy úgy legyintünk rá, akár az udvariasság, vagy ilyen alapdolgokra is gondolhatunk, ami végzetesen elkezdett hiányozni közülünk, ugye, és a mindennapi életünkből. És én a férfi értékek visszaszorulásában láttam ennek a gyökerét, és úgy éreztem, hogy a férfiak elkezdték föladni, képviselni az értékeiket. Később rá kellett jönnöm arra, hogy 60% ugye most már, illetve meghaladta a 60%-ot a válások aránya, tehát a férfiak vagy azért nincsenek otthon, mert elváltak tőlük, és ezt azért mondom, mert 70% fölött van már aznak az aránya, mint hogy a nők indítják a válásokat. Tehát a válások 72%-át nők indítják, tehát elválnak a férfiaktól. Tehát vagy azért nincsenek a családokban férfiak, vagy azért, mert napi 12 órán dolgoznak, és ez ugye egy közgazdasági kérdés, tehát ez egy embertelen munkatempó, családellenes munkatempó, nem normális dolog. Ha otthon vannak, akkor ki tudja, milyen mintát mutatnak. Tehát a többség ma családon belül férfi minta nélkül nő fel, és ezt a problémát tetézi az is, hogy a korábban férfiak által dominált pedagógus szakmát is elhagyták a férfiak a legkülönbözőbb okokból. Tehát úgy nőnek föl valóban az emberek többsége, férfiak és nők vegyesen, hiszen a lányoknak is szüksége lenne férfi mintára, hogy nem anyát látnak még, de férfit nem. És a férfinak azt az ágát végképp nem látják, ami a párkapcsolat működtetéséről, fenntartásáról szólna, megjavításáról szólna. Tehát az, hogy mondjuk az egyetemen találkozik férfival először, ugye mert a kisiskolákban nem is nagyon van, de ott már csak szakmai kérdésekről van szó, az ugye végképp nem elég ahhoz, hogy valaki később egy családalapításkor valamilyen mintába próbáljon kapaszkodni. És én azt állítom, hogy aki mintát maga kezd építeni, mert neki ilyen nincs, az lehet, hogy élete végére megépíti a mintáját, de közben el kell válnia neki 3-szor. 6 gyereket hagy ugye csonka családba, és rettenetes sokat dolgozik ezen, és rengeteget kínlódik, és aztán megépül a mintája, de közben az a másik 6 gyerek, akit hátrahagyott, ők ugyanarra az útra lépnek, hogy megint csak saját maguknak kell mintát építeni előről. Nagyon nehéz. És abban a feladatban vágtam bele a férfiak klubján keresztül, hogy megfogalmazzuk ismét a férfi értékeket, láthatóvá tegyük, vonzóvá tegyük, mert azt gondolom, hogy senkit sem lehet férfinak megtanítani lenni, vagy megtanítani arra, hogy hogyan legyen férfi. Ha elmondanám itt, hogy hogyan kell ezt csinálni, akkor mire a sarokig érünk, rögtön elfelejtjük a 9. pontot, tehát ez nem működhet. Inkább ezt az eszmeiséget kell valahogy vonzóvá tenni azért, hogy
a több száz viselkedés, mint a erkölcsi norma valamelyikét az emberek kiválasszák, és önállóan akarjanak olyanná válni. És én ezt a fajta megmutatást és ennek a felmutatását tűztem ki célul. Nagy probléma vele az, hogy több ezer évig nem kellett megfogalmazni, hogy mi a férfiasság, hiszen az öröklődése teljesen automatikus volt. Együtt éltek a családok, együtt dolgoztak, apát látták, látták a környező férfiakat, és ma, amikor ez elkezdett eltűnni, akkor szavakba kell önteni egy egész értékrendet. Valahogy módon össze kell rakni ezt a mozaikot, és én valahogy úgy érzem, hogy a morzsákból kell összerakni a kenyeret, amire nekünk jó esélyünk van Kelet-Európában. Tehát én azt gondolom, hogy mi azért még láttuk ennek a, tehát én magam is ugye a 70-es, 80-as években még láttuk azokat a férfiakat, akikre érdemes ma is hasonlítani, és azt hiszem, hogy mi tudjuk elindítani innen Kelet-Európából azt, hogy ismét az értékes építő, a családot, a társadalmat szolgáló férfi modellt ismét meg tudjuk jeleníteni, és vonzóvá tudjuk tenni. Meg tudjuk mutatni, hogy dolgozni, ugye a munkánk gyümölcse boldogíthat igazán, és nem igaz, hogy a munka az egy kín, és attól menekülni kell, vagy bármi, ami felelősségvállalás, az egy probléma, hogy a felelősségvállalásnak az energia mérlege pozitív, azt szoktam mondani, sok energiát visz a felelősségvállalás, de többet hoz. Tehát ha az energia mérlege pozitív, és erre rájövünk, és ki kell ehhez próbálni. Tehát mi egy fölmutatjuk ezt az értékrendet, és olyan terepeket hozunk létre, ahol ezt gyakorolni lehet, és együtt lehet lenni, és ezt a kisugárzást el tudjuk vinni. Tehát a férfiak klubja az elsősorban az erős férfiaknak a gyűjtőhelye, akik ezt az értékrendet ápolják, és akikhez tudnak csatlakozni a többiek, akik szeretnének egy picit jobb emberekké válni a családjuk, a társadalom és a saját érdekükben is. Azt mondod, hogy erős férfiak, ettől egy picit meg szoktak retteni az emberek, hogy itt most nem az elnyomó értelemben vett erős férfiról beszélünk, hanem a tartással bíró férfiról, és egyébként ezen a példán gondolkodtam én is, hogyha föl kellene idéznem a saját életemből, a saját környezetemből egy jól működő párkapcsolatot, akkor az apai nagyszüleim kapcsolatát mondanám, ahol valószínűleg, ha egy kívülálló benézett volna a kulcsukon, akkor azt látta volna, hogy a nagypapám mosogat. Nagymamám pedig például, hát nyilván a stílus az egy kérdés, de hogy ő megmondja, hogy mit, hova rakjon. És ez kívülről valószínűleg furcsa kapcsolat lehetett, ugyanakkor ez az egyetlen, amit a környezetemben föl tudok idézni úgy, mint hosszú ideig működő párkapcsolat. Jól működő párkapcsolat. És amikor azon gondolkodtam, hogy vajon nagypapám ezzel beáldozta-e az ő erejét, vagy máshogy viselkedette, mint ahogy azt elvárják egy férfitől, akkor arra jutottam, hogy tulajdonképpen nem. A Judittal volt egy hosszú beszélgetésünk, amelyben arról beszéltünk, hogyha ugye én vidéki gyerek vagyok, nálunk még akár egy 20 évvel ezelőtt is nagyon pontosan megvoltak a feladatok. Tehát nem elvárások voltak, hogy akkor neked ez a kötelességed meg kell csinálni, hanem mindenkinek megvolt a dolga. A gyereknek, a nagymamának, akár ha veszünk egy disznóvágást, akkor ott mindenki munkájára szükség volt, hiszen csak úgy lehetett végeredményt produkálni, hogy mindenki azt a picit vagy nagyot hozzátette, amit az ő ereje, állapota, társadalmi státusza megkívánt. Ez nyilván ugyanígy működött a hétköznapok során is, és ezt Judit fogalmazta meg szerintem a legjobban, és azóta sem hallottam ennél jó megfogalmazást, hogy nem női munka volt és férfi munka, hanem volt a férfi munkája, és volt a nő munkája, ami együtt tudott, tehát ha valaki nem csinálta meg az ő feladatát, akkor a másik sem tudta elvégezni a saját feladatát. Judittól én arra lennék kíváncsi, hogy ez hol, mit gondolsz, hogy hol csúszott ez el? Hát nem tudom, hogy elcsúszott-e, tehát én azért így nem lennék ebbe ilyen elvágólagos, tehát átalakult, én inkább azt mondom. Én ezt a terminológiát Cémolnár Emma nyomán használtam, akivel írtunk közösen egy könyvet, Anyátlan nemzedék címen. És igazából, amit én erről el tudok mondani, vagy amit gondolok, az az, hogy tehát a 19. századig valóban sokkal élesebben szétvált ugye a nőnek és a férfinak a szerepe, feladata. És most megjelent egy nagyon érdekes könyv a
a budapesti úrinő magánélete, azt hiszem, hogy ez a címe, a Szécsi Noémi, és ezt írtam a másik szerzőnek a nevét, ezt elfelejtettem, bocsánat, Géra Eleonóra könyve, és ami ugye ez a 19. századi középosztálybeli nőről szól ez a könyv, és ami számomra nagyon érdekes volt, én még csak egy cikket olvastam erről a könyvről, hogy miközben a nő valóban ki volt zárva a közéletből, aközben a nőnek volt egy magánéletben egy olyan szerepe, egy olyan megbecsültsége, ami szinte már irigyrésre méltó lehet a mai nő számára, mert hogy volt egy olyan tág feladatköre, amiben rengeteg dolog, tehát már azt lehet mondani, hogy szakma volt nőnek lenni, feleségnek lenni, háziasszonynak lenni, de ebbe ugyanúgy egyfajta kulturáltság is beletartozott, tehát azért ennek voltak szellemi oldala is, és ezt is C. Molnár Emma fogalmazta meg, hogy ugyanez a paraszti kultúrában még erősebben jelen volt korábban, tehát mondjuk egy nőnek a termelésben ugyanúgy részt kellett vennie, mint a férfinak, csak más feladatai voltak a munkában. Na most ugye a technikai fejlődéssel változik ez a dolog, és az, hogy leszűkül a nő terepe, ilyen szempontból ez már szerintem a 19. században is elég erőteljesen megjelenik ez a folyamat, amikor valójában a nő beszorítva érezhette magát egy olyan szűk világba, amiből ő már esetleg nem tudott szellemileg se annyit kapacitálni, mint korábban. Tehát én nem gondolom azt, hogy feltétlenül minden szempontból ez egy ideális világ volt, de mindenesetre volt egy megbecsültsége. Én ezt egy csúsztatásnak érzem, amikor ma azt mondjuk, hogy az egy elnyomó, a nő számára egy teljesen kizsigerelő világ volt. Nem, ott szerintem megvolt a nőnek a megbecsültsége, de mivel beszűkült ez a világ egyre jobban, ezért automatikus, illetve természetes az, hogy a nő is elkezdte magának keresni azt a helyet a közéletben, a tanulásban, az oktatásban, amire ugye ma azt mondjuk, hogy a nőknek van helyük a közéletben. De én ezt úgy gondolom, hogy igazából ez egy átrendeződés inkább, mert én így gondolom. Tehát szerintem átrendeződés, mert hogy igenis a nőnek mindig voltak ugyanúgy szellemi feladatai. Tehát én azt gondolom, hogy a kettősség lehet, hogy akkor nem volt a közéletben szerepe, de az, hogy a nő az nem csak egy tápláló, nem csak egy gyereknevelő robot, hanem igenis vannak másfajta szellemi funkciói, azt ma csak a házon kívül tudja megoldani. Tehát igazából szerintem itt az átrendeződés, amit én látok, hogy egyrészt, mivel beszűkült a nő munkája, ezért degradálódott, és lett belőle női munka, amitől mindenki próbál szabadulni. A nők is, és a férfiak is. A karrier az teljesen felértékelődik, és a mind a nő, mind a férfi úgy érzi már, hogy nem ember, hogyha nincs karrierje. De hogy igazából emögött szerintem ez is van, hogy tehát minden embernek szüksége van a szellemi és a magánéletbeli kiteljesedésre. Tehát én szerintem most egy olyan folyamat játszódik le, aminek biztos, hogy vannak nagyon sok negatív oldala is, de hogy valahogy, ahogy Imre is mondta, hogy a férfinak vannak családapai, férji funkcióit, amit szintén nem tud megteremteni akkor, amikor 12 órát robottol, és csak az a feladata, hogy eltartsa a családot. Tehát az apákra is szükség van más szempontból, és egyébként például én úgy tudom, hogy a paraszti kultúrában nagyon is megvolt az apáknak ez a feladata, tehát hogy így nem, ez sem feltétlenül egy újdonság. Csak nagyon erősen a mai közgondolkodás, hogy szét akarja ezt választani, hogy régen ilyen nem volt, és ma meg ezt meg kell teremteni, holott szerintem meg a kettőt kéne valahogy ötvözni. A nőknek nem kéne teljes mértékben azt gondolni, hogyha ők a gondoskodást, a gyengétséget, a család összetartást fontosnak tartják, akkor attól ők valami hátrányt szenvednek. A férfiaknak meg nem kéne azt gondolni, hogyha hazamennek, akkor nekik le kell ülni a tévé elé, és attól férfiak, hogy ők csak dolgoznak, és utána meg hazamennek, és ki legyenek szolgálva. Ez az én véleményem erről. Ezzel abszolút egyet tudok érteni, Erzsébet. Itt az átrendeződésnél nagyon fős. Ó, van még egy mikrofonunk, szuper. Nem hiszem, én azt hiszem, hogy lehet hallani, amit mondok. Biztos? Lehet hallani?
Akkor mondom. Jó, mondom ide. Azt hiszem, hogy egy kicsit hátrébb kell lépni, és akkor jobban értjük azt, hogy mi zajlik körülöttünk. Ugye én nem egyedekkel foglalkozom, hanem társadalmi tendenciákkal, tehát a vita azonnal mindig egyértelmű, hogy én kivétel vagyok, tehát én nem. Én nem az, ami. Az, amit én mondok, azt a tudomány úgy gondolja, hogy ez van. Nem azt, hogy mit kellene, meg mit szeretnénk csinálni, hanem, hogy mi van. Ennek az átrendeződésnek az egyértelmű okát abban látják, hogy megváltozott az a cél, amiért a párok egymással együtt élnek. Ha ezt a célt nem nézzük és nem látjuk, akkor nem értjük az egészet. Akkor itt vitatkozhatunk, hogy a férfiak, meg a nők, meg ki a hibás, meg kivel van baj, meg kivel nincs. A cél megváltozott. A 18-19. Századtól kezdve az együttműködésünk célja már nem az utód, nem a gyerek. Innentől kezdve bármilyen nehezen hangzik, ez így van. A gyerek nem, már nem a legfontosabb, és nem az együttműködés célja. Egy paraszti családban a 18. századig és a középosztályban is az volt a lényeg, férfinek az a dolga, hogy a család, és a család nem a nőt jelentette, hanem a gyereket jelentette. A nő számára nem a férfival meg a világgal való együttműködés jelentette a családot, hanem a gyereket jelentette. Ez a szövetség, ez szövetség volt. Senkit nem érdekelt, hogy ki boldog benne, ki nem. A szövetség lényege a gyerek volt. Ettől a perctől kezdve, hogy megváltozik a világban, valóban egy technikai okok miatt, hosszabb lett az élet, jobb lett az egészségügy. A nők tovább éltek, és miután a nők élet, gyerekkel kapcsolatos élettartalma lényegesen rövidebb, mint amennyi a férfiaké, egyszerűen megváltozik a hangsúly. Sok az idő. És a nőknek a családon kívül kezdenek körülnézni, ráadásul az ipar fejlődésével szükség van a női szellemi erőre, a női fizikai erőre, a női munkára, meg a gyerek munkára is. Ettől a perctől kezdve a férfiak kitalálnak egy csomó könnyebbítést, nézzék meg, a felfedezéseket nem nők csinálják, hanem férfiak, az antibébi tablettától a mosogatógépen át a golyós tollig férfiak fedezik fel. Nagyon ritka a női felfedező, mi kiadjuk a parancsot, férfiak megcsinálják. Ennek a következménye az, hogy beleérkeztünk egy olyan világba, ahol beszélünk arról, hogy mennyire szeretjük a gyerekeket, csak éppen az, amit a gyerekért kellene tenni, az egyszerűen valahogy mindig kimarad. És akkor kapkodunk óvodáért, mi meg elmegyünk dolgozni, egy csomó nő meg elmegy óvónőnek vigyázni az én gyerekemre. Szóval egy csomó abszurd dolgot csinálunk a család érdekében, kétségbe vagyunk esve, hogy a családdal mi van. Hát persze, mert nem fontos a gyerek. Ha a gyerek fontos lenne, akkor az az együttműködés lenne a jó, vagy ha úgy tetszik, nem is jó, de legalábbis a működő, amelyben a két pár együtt marad addig, amíg a gyereket olyan állapotban nem hozza, hogy utódja és unokája is legyen. Ez ma nem cél. Ma nem ez a cél, ma önmegvalósítás a cél, ma a családból kipucoltuk azokat a nehéz dolgokat, ami terhes volt a nőknek is és a férfiaknak is, a férfiaknak nem annyira, de a nőknek igen, aminek a következtében a nők rosszul érzik magukat a házasságban, a férfiak meg nem annyira. Ez a dolognak és a nők szabadulni akarnak, a férfiak nem akarnak szabadulni a házasságból. Mindkét fél számára előnyös a házasság mindkét fél számára, a férfiaknak sokkal előnyösebb az élettartalmukat, a betegségeiket, még a bűnözési életmódjukat illetően is. A probléma az a gyerekkel van. Ma a gyerek nem központi cél. Lenne jó időnk és energiánk arra, hogy ezt a szabad időt, amit a gyerek leköt, azt egymással érzelmi kapcsolatba alakítsuk át. Csak hogy ez valahogy nem megy, mert közös cél nélkül ez a dolog nem működik. Legalábbis eddig úgy néz ki. Ezen kell elgondolkodni, mert innen indul a párkapcsolati probléma, hogy mindenki meg akarja valósítani magát, és valahol mindig az a gyerek, ez a fék ott mindig beleszól, hogy akkor most mi van? Mert hogy akkor otthon kell maradni, mert akkor el kell vinni, mert akkor mi van, mert kevés a pénz. A gyerek az ma szegénységi kockázat. Régen ez nem volt kérdés, hogy kockázat-e egy gyerek. Ma az. Nem, ezt az energiát, ami felszabadult, ezt nem tesszük át érzelmi energiával egymás iránti kapcsolattal. És akkor beszélgettünk azon, hogy mennyi baj van egymás között a férfiakkal, meg a nőkkel. A gyerekek a problémák. A gyereknek két szülője van, mint a szempontjából, minden szempontjából pszichológusa megmondhatója. 20 éves gyerekeket tanítok, nem találkoztam még egy 20 évessel se, aki ne azt mondta volna, hogy a válás még ma is mennyire szíven üti.
és mennyire nem jó az élete, és ezt nem tudja elfelejteni. Még a legkulturáltabb válasz esetén is. Végig kell gondolnunk a gyerekekhez való viszonyunkat. Ha ezt nem tesszük, akkor beszélgethetünk itt párkapcsolati problémáról, meg mindenről, de hát ez a dolog, ezt kell átalakítani, vagy ezt kell megszokni, vagy ezzel kell valamit kezdeni. Ja, az, hogy a gyerek gazdasági kockázat, ez azért azt gondolom, szegénységi kockázat, ez azért ennél jóval tovább vezet, azt gondolom, tehát ez elég nagy százalékban egy rajtunk kívülálló ok. Tehát az, hogy Magyarországon mennyi a gyes, és hogy az egykeresős családmodell az mennyire működik, én azt gondolom, hogy ez nagyon komolyan befolyásolja a gyerekvállalási kedvet. Ha tendenciát nézed, megint nem erről van szó. Az, hogy a gyerek befolyásol, persze minden befolyásol a gyerek, meg Magyarország, de a világon mindenütt a civilizált világban kevesebb gyerek születik. Ma egy olyan szaporodási technikát választottunk, két fajtát, az egyik az, hogy egy gyerekbe fektetünk, mert van forrásunk arra, hogy ez a gyerek biztos túléli, és lesz majd unokám. Egy gyerekbe fektetünk. Ez egy szaporodási technika. A másik, hogy kitoljuk az időt. Tehát nem most, hanem majd ha. És ezt a technikát nem csak a nők csinálják, a férfiak is. Hát nézzük meg a fiatal férfiakat, akiknek az élete eddig arról szólt, mostanáig arról szólt, hogy fel kell készülniük arra, hogy családapák lesznek. Ez az idő, ez 30-40 tolódik, és ez alatt az idő alatt nem arra gyűjtenek, hogy majd családapák lesznek, hanem Gucci cipőre, meg ketyerékre, meg okosizékre, mert hova rakják meg autóra, akinek futja. Nem pedig arra, hogy majd lesz egy családom. Tehát ez nem kedvez a társadalom se annak. Csak mondjuk ezt az egyik oldalon kapkodunk, hogy jaj, támogassuk a családokat, a másik oldalon meg jaj, támogassuk, hogy minél több nő dolgozzon. Nem látszik, hogy mi van. Szóval az egy olyan nagy dicsőség, hogy most 90%-nak a nőknek dolgozik, aztán hétfőn bemennek a nyomorultak a munkájukra, leülnek, és azt mondják, hogy ja Istenem, végre kipihenem magam. Hát, én például abszolút nem így működöm. Hát, én ezzel nem tudok egyet érteni, mert én azért megyek be a munkahelyemre, mert szívem, szeretem. Ne érts velem egyet, csak könyörgöm, a te kivételed, 7 milliárd 500 ezer kivétel van a világban, de ha tendenciát akarunk látni, meg azt, hogy hova lehetne nyúlni, akkor egy kicsit tessék odafigyelni arra, hogy mi van, nem azt, hogy mit szeretnénk. Oké? Okay. Rendben, bár azt gondolom, hogy ez erről nehezen mondom. Leszek meggyőzhető. Isten őriz bárkit meggyőzni, tudomány, lőjenek fejbe, ha valakit meg akarod győzni. Isten ments, hogy itt bárkit, viszont Krisztinát szeretném. Ki van zárva? Tudomány nem arra való, hogy meggyőzzön, mert én nekem nem kocog a zsebembe, meg a hasamba a bölcsek köve. Elmondom, amit én azzal, amit eddig tudtad, összeszedtem. Mindenki vagy elteszi, vagy kidobja. De ha gondolkodunk, akkor esetleg jobban járunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos megemlítenünk azokat a társadalmi sztereotípiákat, meg előítéleteket, amelyek nehezítik, azt gondolom, nők és férfiak dolgát egyaránt. Mert manapság, és lehet, hogy valóban a fogyasztói kultúra is hozzájárul ehhez, ami szintén egy társadalmi nyomás, hogy kütyüt kell venni, meg egyre több, egyre szebb és egyre drágább autókat, de hogy az jelen van, hogy a nők egy része, tehát hogy sztereotipikusan a 10 centis tűsarkot gondolják, tehát hogy konkrétan a férfiak sokszor azt gondolják, hogy ketrecharcosnak kell kinézni, a nők meg plázacicáknak, és minthogyha nem lenne a női értékrendben más is, tehát hogy nagyon, nagyon szélsőségekben gondolkodunk, és azt gondolom, hogy ez nehezíti az egész együttműködését férfinak és nőknek. Tehát én nagyon sajnálom egyébként a férfiakat, mert hogy nekik mindig erősnek, mindig döntésképesnek, mindig határozottnak kell lenni, és ha valamikor esendőek és nem sikerül valami, akkor ezt el kell rejteni. Akkor ezt nem lehet fölvállalni sem egymást, tehát a barátok előtt el kell titkolni, emiatt utána, azt hiszem, utána emiatt is indult ez a bentsük meg a férfiakat mozgalom, mert pont emiatt például a férfiak nem mennek orvoshoz, ha bajuk van. Szóval azt gondolom, hogy ez például nagyon nehéz. A nőknek is nagyon nehéz, mert mi meg úgy érezzük, hogy ha nem vagyunk egyszerre tip-top feleség, meg szuperanya, meg 3 évig gyereket szoptató anyamel, meg sorolhatnám a többit, akkor szarok vagyunk a magunk minőségünkben. Tehát olyan sok társadalmi nyomás jön minden
mindenhonnan, és a médiából is természetesen, ami ezt megsokszorozza, hogy én azt tapasztalom, egyébként nagyon sokat foglalkozom meddőnőkkel, hogy bizony egyszerűen rettegnek az anyaságtól, amellett, hogy tudatosan nagyon vágynak rá, gyakorlatilag tudatlanul rettegnek, mert olyan elvárások terhelik az anyaszerepet is, amitől aztán persze, hogy egyre később kezdenek bele ebbe a karrierbe. És egyébként szerintem az, hogy anyaság vagy karrier, ez döntések kérdése. Tehát minden nap hozok egy döntést az életembe. Én ma 4 óráig azzal foglalkoztam, hogy a 6. fiam vajon felvételt nyere abban a gimnáziumban, be szeretnénk, és ott álltam sorba, és eszembe nem jutott, hogy ide jövök. De 4-kor letettem ezt a batyút, annyit mára tudtam, megoldottam, és most itt vagyok, és most úgymond a karrieremmel foglalkozom. Tehát én azt gondolom, ezt nem kell ennyire kettéhasítani, hanem békésen egymás mellett, egymás mellé sorolva meg lehet valósítani dolgokat. Ezt szerettem volna még. És még annyi, hogy pont az, hogy ugye most 1-2 gyereket vállalunk, ehhez szintén hozzá, tehát hogy mondjam, az is része annak, hogy ugye nem olyan sok időt tölt el egy anya a saját gyerekével, mert hogy nincs neki 8-10, mint régen volt. Tehát, hogy változnak az idők, változnak a sztereotípiák, azt mondom, hogy nem könnyebb most sem, mint régen volt, sőt. Tehát itt az elvárásokról, meg arról szeretnék én beszélni, hogy van az, hogy egy fogorvos barátom most 35 évesen végre eljegyezte nemrég a barátnőjét, 8 év után, és én gratuláltam neki, és azt mondta nekem, hogy ne gratulálj már, hát eljegyeztem, de hát, hogy elveszem-e, azt még nem tudom, mert hát gyerek, és a körülötte állók mind kurva jó fejnek gondolták, hogy ő milyen karakán, hogy ő 35 évesen, vagy 38 évesen még kimeri mondani, hogy ő még egyáltalán nem gondolkozik arról, de ha a lány mondja azt 35 évesen, hogy ő még nem szeretne szülni, akkor az szüljön gyorsan 3-at, nem? Tehát, hogy... De oké, én ezt is értem, hogy csörög az óra, csak miért van megmosolyogva ugyanez a mondat a férfinél, és miért van lenézve a nő, hogyha őt nem veszik el 35 éves korában? A férfi a klubjában nincs megmosolyogva. Na, köszi. Hogy a gyereknek 2 szülője van, hát akkor legyen 2 szülője már azelőtt, hogy megszületik. Tehát azt a gyereket meg kell tervezni, és azt az életet meg kell... Tehát... Bocsánat, ide nagyon... Nem, az a baj, hogy a társadalmi elvárás az, hogy a férfi akkor jó fej, ha egyáltalán nem akar nősülni. És neki ez el van nézve. A nőnek, hogyha ő nem akar szülni, az nincs elnézve. Én ezt nem értem. Nincs elnézve. Marad az emberiség, a másikban meg nem. Ja, tehát ha a férfi nem akar gyereket csinálni, akkor fölmarad az emberiség? Neki még véletlenül is sikerül. Na de ez nem választ. Neki nem kell 9 hónap. Neki nem kell 9 hónap. Hát egyébként ugye korábban nem 2 szülője volt a gyereknek, hanem volt egy szülője, meg egy nemzője. Azt mondták, hogy megszületett kis Rozália, és a nemzője a kis István, és a szülője a nagy Piroska. És azért érdekes ez a nemző, ma már szülők vagyunk mindannyian, én is, ugye, nem tudom, hogy ez hogy állt elő. A nemzési felelősség nagyon fontos volt a férfiak számára, mert nekik el kellett dönteni, és az, hogy nemző, az megterhelte őt már a kezdetétől, mondjuk úgy, hogy már az udvarlási szakaszba, már az udvarlás az azt jelenti, hogy meg az udvaron vagyunk, és nem mentünk be az ajtón, már ott megterheli a nemzés felelőssége, és ezt ugye tovább tudja vinni. El kell neki dönteni, hogy beleáll-e egy ilyen helyzetbe, hogy ő vállalja. Ugye a férfivá válás az egy sokkal nehezebb dolog, mint a nővé válás, erről most írok a könyvemben, ami majd fog megjelenni valamikor nyáron. Ugyanis ugye a nők ma ugyanúgy élnek, mint a férfiak 30 éves korukig, tanulnak, kalandoznak, hegyet másznak, nyelveket beszélnek, nem tudom, külföldi tapasztalatokat szereznek, de ha gyereket akarnak szülni, akkor azt mondják, hogy én nő akarok lenni. Kész. És a gyerek kihordása, megszülése az ő elköteleződésüket javarészt meghatározza. Tehát egyszerűen eldől, hogy ő minek kell alárendelje magát. Jó esetben, valljuk be. A férfiaknál nincs ilyen. Tehát a férfi a válás azért nehezebb, mert ott ugye a népmesében is minden a férfiakat motiválná, ugye a legtöbb népmese arról szól, hogy elindul a legkisebb királyfi, vagy a legkisebb inas, és átvág az erdőn. Ugye először is az anyja elengedi, és azt mondja, hogy mehetsz. Tehát hamuban sült pogácsát, és Isten veled fakereszt.
aztán átvág az erdőn, aztán nem tudom, szövetséget köt az állatokkal, igazat kell mondania, szimpatikus kell legyen, legyőzi a sárkányt, mindenféle. Ez arról szól, hogy a férfi válás útján megtalálja, hogy ki ő. Meg az erejét kipróbálja a való világban, hogy ő kicsoda. És a végén, amiben mi küzdünk, ugye, azt egy mondattal elintézi a mese, azt mondja, hogy megtalálja a lányt, ugye ez minden mese így végződik, és boldogan éltek, hogy meg nem haltak. Először három próba, bocsánat. Három próba. Itt rontjuk el mindannyian. Bocsánat, a férfivá válásnak ez is része, átugrottam ezt a részt azért, mert rövidíteni akarok, tehát nyilvánvalóan neki demonstrálnia kell azt, hogy ő nagyon szeretné. Tehát az, hogy nem az, hogy ő belesodródik egy ilyen kapcsolatba, hanem ő vállalja azt, hogy mostantól kezdve... Ide akartam egyébként kiukadni. Ide akartam kiukadni, hogy... Az, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak, az azért tudta elintézni a népmese egy mondattal, mert eleve feltételezte azt, hogy két felnőtt ember köt szövetséget, ugye? Tudják, hogy mit akarnak, eldöntötték, pont. Másrészt feltételezték, hogy tudták, hogy mi az életüknek a közös célja, tehát közösségük célja, és tudták, hogy az elegendő motiváció lesz arra, hogy majd megoldanak minden problémát. És ezzel ugye elvégezték ezt a feladatot, ezzel az egy mondattal. A férfivá válás ugye itt következik be. Tehát a férfivá válás az azt jelenti, hogy a momentumát keresve oda lyukadunk ki, hogy a kalandozás után, ami után megtalálja önmagát, semmit sem ér az a sok erő, amit összegyűjtött, és bebizonyított, és demonstrált, és állandóan fejlesztett, hogyha nem csatornázza be, és nem bocsátja valaminek a rendelkezésére. Ha nem rendelődik alá egy nála magasabb feladatnak. És ma ugye ezt a világot éljük, hogy állandóan edzenek mindenki, még ezt a tapasztalatot is megszerzi, meg oda is fölmászik, meg oda is alámerül. Már 8 kilométert biciklizik, 200 kilométert, 1000 kilométert, és mi véget, ugye? Tehát, hogyha soha semmit nem kezdünk azzal a tudással, azzal az erővel, amit összegyűjtünk, mert nem rendelődünk alá semminek, nem vállalunk semmit az életünkben, nagyobb feladatot, és a munka nem feladat. Tehát a munka azért az emberek nagy többségébennek, ugye az a pénzt keresés lehetősége, és az a kérdés, hogy azzal a pénzzel mit kezdünk. Ha feléljük azt a pénzt, és egyre magasabb szinten éljük föl, akkor annak semmi értelme nem volt. És a férfivá válásra visszatérve azért nehezebb, mint a nővé válás, mert a férfinak ezt egyedül, önszántából kell valamilyen módon elérnie azt, hogy ő eldöntse és alárendelődjön egy feladatnak. És ha ezt nem tudjuk vonzóvá tenni ma, ezt az attitűdöt, akkor nem lesznek férfiak, mert ugye nem ezt látják másoktól. Azt látják, hogy a könnyű életet kell ugye választani, hogy nem kell felelősséget vállalni, hogy menekülhetünk még a világ. És végső soron ez boldogtalanság irányába viszi őket, mert én azt szoktam mondani, hogy az élet értelmét már én megtaláltam ilyen fiatalon a filozofusok ellenében, és azt gondolom, hogy az az élet értelme, hogy boldog, kiegyensúlyozott öregkorunk legyen. Tehát amikor már nem tudjuk visszacsinálni, mert már 68-70 évesek vagyunk, és még élünk mindig 10-20 évet, mert sokáig élünk, de nem tudunk már újra családot, újra gyereket nevelni, akkor még 20 évig fogunk úgy élni, hogy az egésznek semmi értelme nem volt. De ha értelmessé akarjuk tenni, és boldoggá kiegyensúlyozni az öregkorunkat, akkor időben neki kell fogni. Tehát legkésőbb ez a 35-40 éves korban, ha nem fogunk neki, akkor bizony nem jutunk oda. Én most többetekhez szeretnék kapcsolódni. Elsősorban az Erzsébetnek szeretnék reagálni erre a megállapítására, hogy a gyerek mennyire volt, vagy az utódnemzés valóban csak a kapcsolatnak a célja, hogy egyik nap sétálok a kislányommal az iskolából kifelé, és a családunkban most született egy gyerek, és megkérdezi a kislányom, hogy hát akkor most már feleségül fogja venni az illető fiú ezt a lányt, akitől született gyereke, és akkor erről elkezdtünk beszélgetni, hogy mondtam neki, hogy hát igen, de hogy azért nem most kellett volna feleségül venni, hiszen nem csak arról szól egy kapcsolat, hogy van egy gyerekem vagy nincsen, hanem arról, hogy a másik ember számomra fontos, és ezért vagyok vele egy kapcsolatban. Na most ez így lehet, hogy nagyon mai módon hangzik, de én mégiscsak azt gondolom, hogy az a fajta munkamegosztás, amiről beszéltünk, hogy volt nő munkája és férfi munkája, az szerintem ugyanúgy a kapcsolat
kétpólusúságát is feltételezte. Tehát én azt gondolom, hogy nem egyszerűen az utódnemzés volt a célja, mert utódnemzésre ma is összejönnek az emberek egy pár évre, és mindenki szeretne gyereket, és aztán megszülik, meg nemzik, meg stb. Aztán utána mégse értik, hogy miért nem tudnak együtt maradni. Tehát, hogyha az ember csak azt mondja magának, tehát nyilván abban a kultúrában sem így volt ez, hogy azt mondta magának az ember, hogy én nekem áldozatot kell hoznom, mert hogy gyereket kell nevelnem, stb., hanem szükségük volt egymásra. Tehát szüksége volt a férfinak a nőre, a nőnek a férfira, mert egyszerűen, ha csak ugye egy paraszti kultúrát nézünk, akkor nem ugyanazt tudta megcsinálni egy férfi, meg nem ugyanazt csinálta meg egy nő egy, és ezzel állt össze a kapcsolatunk. Tehát én szerintem, ami ma elcsúszik ebbe a dologba, az inkább az, hogy azt nem érezzük, hogy miben van szükségünk a másikra. Miért? Hiszen ugyanazokon a területeken dolgozunk, az a közgondolkodás, hogy mindent mindenki ugyanúgy meg tud csinálni, és amiben szerintem, mert ugye visszafelé nem tudunk menni, de amiben szerintem ma lehet elmozdulni, vagy amit esetleg, amit gondolkozni érdemes, az az, hogy milyen területek maradtak meg, mik azok a másságok, amikről Imre is beszél, egy apa az igenis apaként viselkedjen a gyerekével, egy anya vagy egy nő az, és most akkor nem beszéltünk persze az egynemű kapcsolatokról, de az ahhoz én nem igazán értek, de hogy minden esetre, tehát hogy van kétféle érték, van egy befogadó, egy elfogadó, egy feltétel nélkül elfogadó érték, és van egy olyan érték, amelyik pedig teljesítményhez köti a megbecsülést. És ez a kétfajta érték, ez nem eléggé marad meg mintának szerintem, és ez működteti valamilyen szinten a férfinő kapcsolatot is, tehát én vitatkoznék azzal, hogy valóban az utódnemzés a célja a párkapcsolatnak, én szerint, de, mert ezt mondta, az utódnevelés, jó, de akkor nem az utód a célja, hanem igenis a férfinő kapcsolat, az egy, a férfinő az egymásban érzi azt, Hát én szerintem nem. Tehát arról próbáltam most érvelni, hogy szerintem meg nem. Tehát, hogy... Én, mint hitehagyott vagy pályahagyott néprajzkutató, elég sokat gyűjtöttem paraszti kultúrából, és ott is értem. A paraszti kultúra nem az számít, hogy ha meg akarok egy célt nézni, a cél az utód volt. Az, hogy legyen gyerekmunka, a gyerek beállt, nem volt gyerekmunka, mint ma, akkor 5 éves korban tudta egy kisgyerek, hogy mit kell csinálni, és mindenki tudta, és amikor öregek voltak, azt is tudták, hogy erre a gyerekre számít. Vagy sem. A gyerek az egy központ, ilyet nem csak a vallásban, mindenben a gyerek volt a központ, a gyerek nevelése. Ma azt, amit mondtál, az teljesen így is van. Ma átalakult, mert nem a gyerek van a központban, nem azért gondolkodunk, hogy majd fölnevelünk egy gyereket, ezt csak úgy vágyakozzunk rá a valóságban, nem ezt csináljuk. Azt, hogy azt mondtam el éppen, hogy ennyi időnk maradt arra, hogy sokkal több, mint egy paraszti kultúrában, hogy az emberek foglalkozzanak egymással. Tehát ez Nem tudok változtatni, én elmondom, hogy mit látok, mit gondolok, mi van, vagy mi a tapasztalat erről. A problémát mindig ez okozza, hogy azért nem tudunk beszélgetni egymással egy családban, mert ugye a gyerek az állandó jelleggel ilyen vagy nincs, és akkor egész mással foglalkozunk, és nem azzal, hogy gyerekünk lesz. Kérdezzük meg az itt ülő lányokat és fiúkat, hogy mit mondtak nekik gyerekkoruktól kezdve, hogy majd, ha felnőttek lesznek, mi lesz a dolguk. És akkor azt fogjuk hallani, hogy elmondták a lányoknak, hogy legyél önálló, keresd meg a magadét, állj a lábadon, ne légy kiszolgáltatva, ne légy cselédje senkinek, ha meg jön egy férfi, az rendben van, de ha nem fekfele, majd jön másik. Ezt hallja. Azt sokkal kevésbé, hogy mi van akkor, ha születik egy gyerek. Ha lesz gyereked, az mivel jár, mert attól kezdve az, amit elmondtuk, az zéro, az nincsen. Jön a gyerek, megmondja, hogy mit kell csinálni. És ettől a perctől kezdve nincsenek felkészülve se a lányok, se a fiúk arra, hogy lesz gyerekük. Arra vannak felkészülve, amiről mi beszélgetünk, hogy majd hogyan kommunikáljanak egymással, hogy majd hogyan fogják egymást. Nem, ez is ugyan nagyon fontos. Hogyne? Na de ha cél nincsen, akkor a dolog lényege az lesz, hogy milyen színű autót vegyünk, mikor mit csináljunk, és hogyha nem tetszik, hogy én mit mondok, akkor mehetsz.
Szóval meg ki, hányan legyünk a konyhába, és ki főzzön, ki mosogasson, senki se együnk McDonald's-ot. Szóval ha ez a probléma, akkor a dolognak nem az a lényege, hogy valami olyan mélység kössön össze bennünket, amit nem lehet eljátszani. Tehát nem lehet azt lenni, hogy holnap után nincsen. Tehát a mai válások döntő többsége arról szól, hogy egyszerűen nem érzik magukat a nők jól ebben. A férfiakat meg nem kérdezzük, hogy jól érezzük-e. Tehát a nők nem érzik jól magukat. Egyszerűen az, amivel a férfiak a legnagyobb probléma, és itt, amit az Imre elkezdett mondani, hogy van egy olyan hármas tagolódás a férfi életében, amit mi nem ismerünk, nem akarunk róla beszélni, vagy nem veszünk észre, vagy nem tudom, mit csinálunk velük. Az első felvonásban egy férfinek kell lennie. Kérdezzük meg a lányokat, szavazzuk meg, hogy 18-tól 22-23-ig milyen férfit szeretnének. Okosat, szemüvegeset, kicsit hajlottat, alacsonyat, vagy pedig szép, magas vízilabdázót szeretnének, akinek azért van, úgy azért úgy el lehet menni vele este. Ez, igen, először férfinek kell lenni erő, és az erőszakot kell tudni megkülönböztetni egymástól. Férfiak legnagyobb problémája, hogy már az apukájuk se tudja, hogy mi a kettő között a különbség. Innen adódik aztán, hogy a kriminológián tanítom őket, így van. A második felvonás az az, hogy jön a következő felvonás, amikor az ember férjet keres. És a férj az a bankszámla és a férfi együtt. Ott már jöhet a szemüveg, ott már nincs ilyen probléma, de a kettő együtt van. Mert készülök arra, hogy jön a harmadik felvonás, jön a gyerekem. És a gyerekemnek pedig apa kell. És ezt a három felvonást kellene a férfiaknak 10 éves koruktól megtanulni, amire apák lesznek. Erre senki nem készíti föl őket. Hol azt kérjük tőlük, hogy apák legyenek és pelenkázzanak már most, hol azt kérjük tőlük, hogy erősek legyenek, szépek, meg nem tudom, hol azt kérjük, hogy mennyi a fizetésük. Hát ez így nem működik nyilvánvalóan, mert megzavarodnak. És mit csinálnak? Fölrakják a kezüket, és azt mondják, hogy ajaj, ide lőjetek. Én egy kis akarod? Ellentmondást melyiket látok akarod? Abban, hogy most akkor a lányok azt mondják, hogy ők azt az útravalót kapják, hogy légy önálló, tartsd el magad, akkor vagy egyenrangú, és akkor miért nézi a férfiak bankszámláját? Tehát nekem ez itt nem tetszik. Kérdezd meg tőlük. Hát, én azt gondolom, hogy általánosítani itt sem lehet. Általánosítás szerintem. Ja, és Istenem, tudtam, hogy ez lesz, mondtam. Ugye mondtam? Mondtad, Krisztina. Igen. Kutatóval meg egy... Csak hogy ugye én... Egyrészt azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye régen nem váltak annyira az emberek. Na most, amikor én a pacientúrámat nézem, akkor a rossz válláson kívül csak a rossz együtt maradt házasságban felnőni nagyon rossz. Ezt tanúsítom. Tehát, hogy igen, ez így van. Illetve a másik, hogy vajon miért hallják a lányok ezeket a tanácsokat? Azért, mert ezt tapasztalják, hogy ebből a aláfölé rendeltségi viszonyból, ami létezik, menekülni kell, mert azt látták, hogy pont ezek miatt, a sztereotípiák miatt, tehát én nem azt mondom, hogy ez így jó, hanem hogy olyan előítéletek vannak, ami miatt kialakul egy aláfölé rendeltség, és nagyon sok lány azt látja, és mondom, hogy én nem társadalmi jelenségekről beszélek, én arról, amit tapasztalok a saját pacientúrámban, hogy gyenge, elnyomott nőket látott, elnyomott anyákat, mártiranyákat látott, ami miatt ő nem akar ezzel a szereppel azonosulni, ellenazonosul, és akkor rögtön itt vagyunk ebben az ingoványban, hogy akkor mit is jelent nőnek lenni, hogy is lenne jó nőnek lenni, fél az elköteleződéstől a nő is, tehát a nők is tolják ki a gyermekvállalást, mert attól félnek, hogy akkor ez kiszolgáltatottságot jelent. Szóval én azt gondolom, hogy megint a szélsőségek vannak jelen, ezek az előítéletek pont a szélsőségek irányába viszik a dolgokat. Tehát nekem például anyámnak az egyik mondata az volt, hogy fiam, annyi gyereket szüljél, amit egyedül el tudsz tartani. Tehát ez vajon miért hagyta el a száját? Nem azért, mert ő nem dolgozott, és az apám bankszámláját nézte, ugye? De mondjuk ez a programozás, ez azért... Nekem két lányom van, és én írtam is erről egy cikket, ugye, hogy én magam mennyire nehéz helyzetben vagyok, hogy én mit mondjak a lányaimnak. Mert hogy ez a program megy, de hogyha mondjuk 30-20 éves korukig 100 000-szer elmondjuk neki, hogy egyedül állj meg a lábadon, ne legyen szükséged soha senkire, egy nagyon komoly programot teszünk a fejébe. Nyilván azt sem mondhatom neki, hogy már pedig úgy élj, hogy majd valakihez, és csak vele együtt. Legjobb, ha nem szólok semmit, hanem csinálom a dolgomat, tehát valószínűleg a példa és a mintamutatás
lehet az egyedüli jó út erre, de a programozása arra, hogy arra programozzuk, hogy ugye miért ne válna el, hiszen az egész program arról szól, hogy ő egyedül is meg fog élni a lábán, ugye, és máshol meg arról írok, hogy úgy lehetünk szabadok a pár kapcsolatainkban, hogyha önmagunk korlátozzuk saját magunkat. Tehát a mindannyiunk, mind a kettőnk alárendelődéséről szól, egy bizonyos célnak rendelődünk alá, önszántunkból, és tesszük a dolgunkat, akkor a másik nem kell kényszerítsen bennünket, nem kell számon kérjen, semmit nem kell csinálni. Tehát ezt én is tudom. Tehát én, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor eladtam a motorbiciklimet, mert tudtam, hogy ugye motorozni úgy lehet, hogy felül az ember a motorra, és akkor tesz egy pilis kört, meg megáll valahol egy kávéra, az 3-4-5 óra, és ameddig a feleségem otthon van a kis gyerekkel, én, hogyha mondjuk 4-5 naponta, vagy minden hétvégén elmegyek motorozni, akkor olyan mérhetetlen egyensúlytalanságot teremtek én, amit utána nem lehet helyreállítani. És az önkorlátozom saját magamat, és tudom, hogy majd, ha fölnevelem a gyerekeimet, akkor majd veszünk olyan motort, amire mind a ketten elférünk, és akkor majd fogunk motorozni akkor. Vagy tehát egy csomó dologban, ugye, és nyilván a másik fél meg abban önkorlátozza magát, hogy mit áldoz ebbe be. És itt egy nagyon fontos problémára szeretném fölhívni a figyelmet, ugye, ez megint egy olyan sztereotípia, ami rombolja a férfi és nő viszonyát. Ugye ez, hogy a férfiak otthon mit csinálnak, tehát a házi munka, és az, hogy el tudják-e tartani egyedül a családjukat, meg ez az egész sor. Ugye valójában ugye több ezer évig ez úgy működött, hogy élt a férfi és a nő, és a gyerek, a család, és együtt dolgoztak. Mindenki tette a saját dolgát. Ami úgy nézett ki a mi paraszti társadalomban, hogy nagyapa a kapun kívül volt inkább aktív, és mindent megtermelt, és mindent ugye elintézett. De amit behozott a kapun belülre, az a nagymama volt a totum faktum. A mi kultúránknak az a képünk van, hogy a nagymama, erős nagymamák osztják el, hogy miből mennyit lehet enni, fogyasztani. Az ügyvezetője a kapun belüli világnak a nagymama volt. Na most ez nem jelentette azt, hogy nagyapa hazajött, és ugye a kapun belül már föltette a csizmáját az asztalra, hanem végezte tovább a feladatokat, mert annak sose lett vége. Tehát sosem lehetett befejezni, csak abba hagyni, és így mindenki végezte a saját dolgát, a férfi munkát és a női munkát, vagy a férfi munkáját és a női munkáját. Este leültek, összenéztek, ugye végső soron azt látták, hogy sikerült a mai nap is reggel, meg csak folytatni kellett nekik ezt az egészet. Tehát együtt tették a dolgukat. Itt nagyon fontos dolog a szerep. Én azt állítom, hogy az, hogy osztozkodunk, és mindent együtt akarunk csinálni, vagy mindig az a kérdés, hogy ki csinálja meg azt a feladatot, az azért nem jó, mert állandó vita a kérdése. A szerepek nagyon fontosak, és ezt egyedileg a pár meg tudja oldani, és azért fontos a szerep, mert ha én teszek valamit a közösért, akkor az én önbecsülésemet is fogja növelni, és lehetőséget adok a páromnak, hogy ő is becsüljön jobban engem azért, amit én megtettem. Ha tudom, hogy az én dolgom. És ehhez megint csak önmagamat kell korlátoznom, és egyedül kell megtalálnom a feladataimat, és oda kell mennem, és meg kell csinálnom, anélkül, hogy 20-szor szólnának nekem, vagy esetleg erőszakoskodnának vele, hogy már légyszer csinálná meg, mert nem tudom megtenni. Ugye, tehát azért ez a férfi létnek egy abszolút alapfeltétele lenne, hogy megyek, és jártomban, keltemben, ugye azt mondják, hogy a gazda szeme hízlalja a jószágot, vagy minden feladatot észreveszek, ami van. És egy dolog billentette ki ebből a közösségből az embereket, a férfit és a nőt, amikor az iparosodás ugye a férfiakat kiemelte a családjaikból. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bementek a városba, és először a férfit vitték el a gyárba dolgozni, ahonnan egy zombiként érkezett haza. Tehát addig ő szántott, vetett, a szabad levegőn volt, dolgozott a család érdekében, nem volt annyira egy pszichés ilyen roncs, mint egy ilyen monoton helyen a gyárban. A nő otthon volt a gyerekkel, és amikor látta, hogy ez a zombi hazajön, akkor őt mindig pihentetni kellett. Bocsánat. Hogy ő holnap reggel ismét zombi lehessen. Egy mondatot hadd vessek közben. Tehát nem tudom, én a húgomon látom, és a barátnői mentet azért így a napi 8 óra Peppa Malac, és nem tudom miután, azért a nő is tud zombi lenni. Tehát, mindjárt eljutok oda. Én egy picit úgy érzem. Mindjárt eljutok oda. Gyorsan szóval, hogy szerintem ne rangsoroljuk, hogy ki a zombiba családban, mert akkor az nem vezet. Nem ilyen családok voltak. Akkor nagy családok voltak, ahol nagymamák, rokonok, faluban mindenki együtt él, sokat beszélgettek. Nem volt ez a egy anya, egy gyerekkel zombul dolog. Tehát azért teljesen más volt. De a probléma a következő lett, ugye, hogy az ipar éhsége ugye, a nőket is beszippantotta.
és a munka világába, ugye. Tehát az a propaganda, hogy tedd le a fakanat, mert az megalázó, az valójában egy munkaerő igényt, én közgazdászként tudom ezt állítani, egy munkaerő igényt elégített ki. És mára a kétkeresős modell nem opció. Az emberek 99%-ának nem kérdés, hogy mind a ketten dolgozni kell, mert ha nem, akkor fölkopik a család álla. Tehát egyrészt a férfiakra nem kell ráterhelni, hogy miért nem tudják eltartani a családot, azért, mert a rendszer ilyenné vált. Egy férfi, ha többet dolgozik ma, valószínűleg, mint 1500 évvel, akkor meg el tudta tartani az egész családot, most meg fél pénzt visz haza. Tehát valami átalakult úgy, hogy a nőket bele kényszerítik a kétkeresős modellbe, mert hogy két bér kell minimum, mert két bér nélkül nem élnek meg. És éppen ezért ezen a rossz szinten kell ismét újra teremteni a paraszti világban megszokott egyensúlyt. Hogy a feladatokat otthon együtt addig végzik, ameddig van. Mert már két zombi megy el reggel, két zombi érkezik este, és mégis ott vannak a feladatok. Tehát a házi munkában minden, én arra bízhatom a férfiakat, hogy nem veszítünk, amikor azt mondjuk, hogy ami feladat van, el kell végezni, a szemétlehordás vagy mosogatás, tök mindegy. Mert egyszerűen sajnos sokkal rosszabb, alacsonyabb szinten, de megint kiegyenlítődött. Régebben együtt dolgoztak a szabad levegőn, most meg együtt dolgoznak a nyárban, és mindenki 8-kor ér haza este, van még 2 órájuk, abból kell kezdeni valamit, és ezért új egyesség kell férfi és nő között, és ki kell abból lépni, hogy egyik, másik, a másik kihozott több pénzt, ki uralkodott kín, hogy volt. Pici időszak volt a történelmünkben az, ameddig ez elvált. 1000 évekig együtt dolgoztak, 100 évig ez elvált, és most erre a 100 évre hivatkozva azt gondoljuk, hogy előjogok voltak, meg nem voltak. Kicsi időt fölborult, most sajnos egy sokkal rosszabb állapotban kiegyenlítődött, és most ismét meg kell találni, hogy ha 2 óra van, akkor abban 2 óra van, mit kezdjünk, mert mind a kettőnk számára kényszer a kétkeresős modell. Bocsánat, annyit azért hadd zárójában, hadd tegyek hozzá, és aztán átadom a szót Juditnak, hogy ezt értem. Rendben van, ezért attól, tehát nem mondjuk, hogy nem voltak előjogok, mert az elég súlyos csúsztatás volna, hogyha nem beszélnénk arról, vagy nem említeném meg most legalábbis azt, hogy azért itt a szavazati jogtól kezdve a társadalmi elfogadottságig, hát ezt egy férfi szájából én nőként nem fogom elfogadni, de ez nagyon messzire vezet, úgyhogy ebben most nem menjünk bele. Magyarországon a szavazati jogot a következőkben vezették be. Nem jelentettem meg ezt a cikket a férfiak klubján, mert tudtam, hogy nagy port kavarna föl, de mindenféle kutatók ezt ugye elküldték nekem, csak hogy legyen egyértelmű. Hogy először amikor a férfiaknak adtak szavazati jogot, az 1-2 évig tartott. Tehát jó, de nagyon bocsánat, rövid ebben most tényleg nem menjünk bele a szavazati jogba. Tehát ez abszolút, 4-5 éven belül mindenki megkapta, és közben volt egy olyan kis, a 4-5 éven belül volt 2 olyan év, amikor voltak olyan nők, akinek volt, és volt olyan férfi, akinek nem volt. Mert cenzushoz kötötték, vagyoni joghoz kötötték. És rendben. Bizonyos férfiak. Én azt gondolom, hogy ez 4-5 éven belül ez lezajlott, és mindenkinek volt, és azért meg senkinek se volt. Rendben. És mégis erről beszélünk. Tehát nekünk ehhez közünk. Rendben, én pedig azt szeretném mondani, hogy amikor nap mint nap azzal szembesülök 2016-ban, hogy másként bánnak velem azért, mert nő vagyok, és ez a másként, ez nem egy pozitív dolog, ez igenis egy létező jelenség. Tehát rendben. Igen, a Népszabadságtól jöttem. Köszönöm szépen. Szóval én azt gondolom, hogy ne mondjuk azt, hogy nem volt hátrányos megkülönböztetés, mert ilyet nem jelenthetünk. De a férfiaknak is ugyanolyan volt. Rendben, csak más. Nem azt mondtam, én csak ne beszéljünk úgy, hogy a nőknek nem volt hátrányos megkülönböztetés. És most tényleg Juditot szeretném, nem tudom, hogy melyik részéhez akartál hozzászólni. Már igazából Imre sok mindent elmondott, de még talán ahhoz szeretnék hozzászólni, amit ti mondtatok, hogy egyrészt erre az önállóságra való nevelés, másrészt pedig, hogy mennyi megalázott, vagy milyen szót használtál, hogy aláfölé rendeltségben létező, vagy élő nő ismer, vagy a pácienseid között vannak. Igen. És hogy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha mondjuk az a fajta férfi modell több férfival működne, amiről például Imre beszél, akkor én nem gondolom, hogy ez egy aláfölé rendeltségi viszony lenne, tehát hogy valamiért. Inkább azt mondom, hogy azt gondolom, nem tudom, hogy ez sztereotípia kérdése, vagy nem sztereotípia, hanem inkább azt, hogy ugyanúgy, ahogy a férfiaknál is elveszett az iránytű, hogy
mitől válnak ők jó értelemben vett férfivá. Ugyanúgy a nőknek az önbecsülésével is nagyon sokszor probléma van, és emiatt kerülnek szerintem olyan helyzetbe, amiben egy aláfölé rendelődés kialakult. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez valóban egy ilyen hagyományos szerepekkel függ. Igen, de az önbecsülés az viszont a társadalmi elvárásoknak való megfelelés miatt van. Tehát hogyha van egy társadalmi elvárás, és én a csoport tagja szeretnék lenni, a társadalom tagja szeretnék lenni, akkor annak a csoportnak a normáival azonosulnom kell. Tudsz egy példát mondani, mi az, amitől ők alárendeltnek érzik magukat? Tehát pontosan azért, hogy tip-top feleségnek kell lenni, 3 évig kell gyermeket szoptatni, direkt szélsőségesen, tehát hogy túlzó, amit mondok, de hogy bizony ez ott van a női közgondolkodásban. És léteznek másfajta sztereotípiák is, tehát olyan is létezik, hogy valaki nőként azt mondja, hogy már pedig pont, amit te is hallottál, hogy gondold meg, hogy mikor szülsz, tehát hogy ezek is társadalmi sztereotípiák, rengeteg nyomás nehezedik ránk, ahogy említettem, a férfiakat is nagyon sok nyomás terheli, tehát igazából az lenne a cél, hogy ne kategóriákban beszéljünk, ne elvárásokban beszéljünk, hanem engedjük meg, hogy mindenki kiválassza azt, aminek meg szeretne felelni, mindenki kiválassza azt, ahogyan szeretne élni, és akkor én nekem vannak olyan barátnőim, hogyan? Tessék? Hogyan? Hogyha nem lennénk ilyen fekete vagy fehérek, pontosan úgy, hogy amikor itt mi beszélünk hatan, vagy nem tudom pontosan hányan vagyunk, akkor meghallgatjuk egymást, és elfogadjuk, hogy a másik egy másik nézőpontból ugyanazt igazán látja, csak onnan úgy néz ki, innen meg így néz ki. És aki különböző tapasztalatokon ment keresztül az életében, az különböző dolgokra tud igent, meg nemet mondani. Én azt gondolom, hogy az élet értelme, csak hogy hozzácsatlakozzam, a fejlődés. És lehet, hogy valaki eljut A-tól Z-ig akarunk jutni, azt, hogy kinek mi az A, meg a B, meg a C, az lehet teljesen különböző. Tehát, hogyha ezt megengedjük, akkor azt gondolom, hogy egy sokkal elfogadóbb társadalomban tudunk élni, ahol felszabadulnak az emberek, és mindenki megengedi magának, hogy ne kelljen titkolózni, ne kelljen rejtegetni egy férfinak azt, hogy esetleg nem tud nagyon határozottan, esetleg igenis nem keres annyit, mint a felesége, esetleg annyit, hogy a felesége talán, ha azonos szakmában dolgoznak, akkor jobban csinálja. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne egy ideál, listikus helyzet. Egyébként én úgy tudom, itt még mindig az aláfölé rendeltségről, hogy azért abban szakmai konszenzus van, hogy a patriarchátus monogámia mögött igazából az utódlás, illetve hát a vagyon örökösítésének a kérdése van. Nem tudom, én úgy tudom, hogy ebben konszenzus van. Én nem mennék bele a patriarchátus nevű, soha senki nem látta, de nagyon sokat beszélünk róla című izére, mert ez egy nagyon messzire. Hát az nem létezett. Ez egy ilyen nagyon jól megmondjuk, és akkor szép dolog van. Azt azonban nem lehetne elfelejteni, hogy itt aláfölrendességről beszélünk, pedig minden pszichológus alapvetően kijelentést tudja, hogy nincs olyan emberek közötti kapcsolat, ami ne egyrészt a hatalomról szólna, másrészt az intimitásról szólna. Két fél között a kapcsolat úgy működik, hogy az egyik jobban szeret, annak nagyobb hatalma van, aki kevésbé. Tehát azt, hogy egy párkapcsolatot és egy kapcsolatot a hatalom, a fölé alárendeltség és az intimitás egyensúlya tartja meg, ez egyértelmű dolog. Ez nem egyszerűen férfi-nő kérdés, ez minden kapcsolatban így működik. Na most, ha erről, ennek, én abban tökéletesen egyetértek, hogy vagyunk ahányan, és mindenkinek a saját kismajomnak a saját fájáról kell leesnie, és meg kell tanulnia a saját, hogy ki vagyok én, és azt is, hogy ezt egyetlen módszerrel, a tanulással tudja megtanulni. Én nem hiszem azt, hogy a mi beszélgetésünk a valós kapcsolatokra olyan nagy hatással lenne. 20 éve tanítok, nem nagyon hinném azt, hogy a diákjaim, akik nagyon szívesen hallgatnak engem, hazamennek és azt csinálják, amit mondok. Nem vagy arra azt, gondoltam, amit, hogy mi okosakat mondunk, hanem hogyha példát mutatunk azzal, hogy végighallgatjuk a másikat és elfogadjuk, hogy másik oldalról, hát ez, akkor a példamutatással szerintem elfogadóbb lesz az ember a néző saját magával. Én azt látom egyébként ebben a... Akár egy feminista diskurzusról beszélünk, akár bármilyen témában, hogy tulajdonképpen mindenkinek ugyanaz a célja, és mégsem tudunk eljutni a megoldásig, mert hogy most itt már kezdenek kialakulni a szekértáborok, és tulajdonképpen, igen, tehát én itt ülök két tűz között, és ez
99%-ban ez így szokott egyébként alakulni, bárkivel bárhol beszélgetek erről, hogy itt vannak olyan dolgok, amiket, hogyha kimondok, akkor én vagyok a renitens a társadalomban, tehát az, hogy én még 31 évesen nem szültem, ez már önmagában sokaknál ilyen vörös posztó. Ugyanakkor pedig, hogyha bizonyos társaságban kimondom, hogy én még nem szültem, és ezért megbélyegeznek, akkor azt hallgatom fél órán át, hogy igen, mert a szemét elnyomó társadalom. Azt még soha senki nem fogalmazta meg, hogy hogyan lehet közel kerülni egymáshoz, hogyan lehet ezeket az álláspontokat úgy közelíteni, hogy nem elfogadtatni akarjuk a mi szemszögünket a másikkal. Tanulni kell, csak én most itt úgy látom, hogy tehát én azt mondom, hogy én igenis a bőrömön tapasztalom a hátrányos megkülönböztetés nap, mint nap. Ön azt mondja, vagy te, bocsánat, te azt mondod erre, hogy nincs. Én tapasztalom. Nem azt mondtam, hogy neked nincs. Azt mondtam, hogy általánosságban, ha beszélsz, ha a társadalmi elvárásokról beszélsz, akkor ezzel számolnod kell, hogy azt, hogy mit hiszel a dologról, és mi van. Eközött óriási különbség van ebben a társadalomban. A legnagyobb problémája a civilizált világunknak, hogy az, amit a valóságban megélünk, és megtanultunk, hogy a sztereotípiák, előítéletek, annak az eszméink, a gyönyörű eszméinkhez köszönő viszonyban nincsenek. Hát ezen szenvedünk, hogy beszélünk toleranciáról, demokráciáról, egyenjogúságról, és még sorolhatnám a gyönyörűségeket, és mindenki, aki kilép az utcán, abban a pillanatban beleütközik abba, hogy ez nem így van, ezt nem tudja megcsinálni, valamiért nem működik, és a következménye az, hogy vitatkozunk, egymást győzködjük, és nem figyelünk arra, amit az elején rögtön elmondtam, hogy vannak társadalmi általánosságok, és vannak egyedi tapasztalatok. Ezek nem fedik mindenkor egymást. Az egyetlen dolog ebbe az, amit mond, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy ilyen dolgok vannak. De az nem feltétlenül arról szól, hogy simogatjuk közbe egymást, hanem arról szól, hogy megtanuljuk, hogy másik, tetszik, amit mondok? Nem. Ha nem viszed haza. Tetszik, amit mondok? Hazaviszed. Kész. Ez nem erről szól, hogy rád akarom erőszakolni a mondandómat. Azt, hogy gondolkodj rajta, hát ha van valami, amivel az életedben majd tudsz valamit csinálni. Én csak egy aspektus szeretnék itt fölvillantani, mert fölmerült a aláfölé rendelődés, és ugye a párkapcsolatokban. És én inkább azt mondanám, hogy ami leginkább gyilkolja az embert, tehát mindenkit, önmagát, és az összes párkapcsolatunkat is, vagy kapcsolatunkat is, az, hogy ma különös divatja van annak, hogy mindenki áldozat. Mindenki a saját életének az áldozata. Ami, vegyük észre, hogy nagyon-nagyon rossz úgy élni, hogy konkrétan a saját életem áldozata vagyok, akármi történik velem, de általában én nem lehetek hibás, hanem biztos, ugye valaki más lehet a hibás. Most egy családon belül ez úgy néz ki, hogy a gyerek a szent, ugye? Úgyse foglalkozunk vele eleget. Tehát ő nem lehet hibás, de inkább a másik a hibás. Tehát a felnőttek egymásra tologatják, hogy az ő életét kikeserítette meg. De ugye vegyük észre, hogy a nagyapáinkat lebombázták, megfagytak, gyerekeiket eltemették, éheztek, mindenféle bajuk volt. De soha nem hallottuk tőle, hogy ők válságba élték volna az életüket, hanem úgy, éltek, jött ehhez, azt is megoldották, azon átvergődtek, aztán nem, és akkor valahogy éltek, és a végén elmesélték. Ma meg, amikor tévét nézhetünk, 150 csatornája van mindenkinek otthon, meleg van, az egész életünket válságba éljük. És ameddig nem tudunk ezen túllépni, hogy a saját életünket ne válságként fogjuk föl, hanem próbáljunk meg valami örömet találni benne. És ebből a szempontból lehet, hogy azok a kapcsolatok, amik kényszer kapcsolatok voltak, tehát a gazdasági kényszer tartotta össze őket, vagy éppen a társadalmi kényszer, tehát megszólták, hogyha elváltak, vagy bármi kényszer, őket arra kényszerített, hogy befele tekintsenek, és próbáljanak meg egy olyan házasságban is, amit úgy összeadták őket valahogy, megtalálni valami pozitívumot, mert együtt összekényszerültek, és megtalálták a nagyon sokszor kiegyensúlyozott, fantasztikus életeket éltek le, és értelmes dolgokat hoztak létre, azért, mert befele figyeltek. Ma mindenki kifele figyel. Mit lehetne még? Valami mást? Az is vonzóbb. Ha munkahelyen vagyok, akkor állandóan a szabadságra akarok menni. A szabadságra megyek, akkor azt mondom, hogy miért ilyen rövid a szabadság? Nem igaz, hogy ilyen rövid, meg kicsit mindig kevés a pénz, ugye? Mert mindig az életszínvonalam emelkedik, és mindig elfogy hóvégére a pénz, akármennyit keresek, tehát ez nem lesz jó, és állandóan áldozatok vagyunk. És visszatérve a párkapcsolatokra, a tegnap a három gyerekes családapa barátomnak a felesége, ugye jelentette be otthon, hogy ő nem akar egy olyan közegben élni, ahol ő korlátok között van.
ahol ő nem is beszámolási kötelezettsége, hanem egyszerűen valamiféle olyan, tehát hogy ő azért akar elválni, mert ő egyedül szeretne lenni, döntéseket hozni, és nem akarja érezni maga mellett az, hogy valaki másnak, mintha ő beszámolási kötelezettséggel tartozna. Most ebben csak az a lényeg, hogy vajon igazi aláfölé rendeltség van-e, vagy egyáltalán ezt az áldozatiságot úgy éli meg mindenki, hogy ő azért akar szabadulni, másik nem is szól semmit otthon, ugye? De egyáltalán a jelenlétével ugye azt idézi, hogy alkalmazkodni kell hozzá. Ő látja, hogyha elmegyek bulizni este, és nem a gyerekemmel foglalkozok, sokkal jobb lenne, ha nem látná, ugye? Jó, de nem lehet, hogy ez az ismerősöd, ez még férfinak nem igen nevezhető, inkább nagyon férfi, 12 három, éves gyerek szintjén. Nem, ezt a nő csinálja, bocsánat. Ez kimaradt. Ezt a nő csinálja. És bocsánat. Én nagyon sokat gondolkozok azon, hogy hogyan éljük meg. Tehát mi az a pszichológiai faktor, mi az igazság abban, hogy mindannyian áldozatok vagyunk, és mi az igazság az aláfölé rendelődésben, mert ha ilyen pici dolgok, tehát ő maga nem akar alárendelődni a házasságának meg a gyerekének, akkor vajon igazi aláfölé rendelődés van-e, ha a férfi nem is szól semmit, de a nő úgy érzi, hogy ő már ezt nem fogja bírni. Például. De most ez egy kérdés volt. Ilyen példákat akkor tudunk mondani. Igen, nem? Tehát hogy ebben úgy sem látom. Nem nőkül férfiakhoz szó, hanem nem, az értelmezés. Nem, tehát volt osztálytársaimmal fordult elő, 30 éves házasság után. A hölgy, ő egyébként tanár, és évtizedeken keresztül csak 4 órában tanított, mert nevelte a 3 gyereküket, tényleg őszintén szeretettel, és mindent odafigyelve. Majd 25 év után apa mégis úgy gondolta, hogy a 30 éves titkárnője sokkal jobb feleség lesz másodszorra, lelépett, és akkor szerinted ez az anya, aki felnevelte a 3 gyerekét, és ott maradt, az mit fog mondani a lányának? Nem azt, hogy annyi gyereket szülj, amelyik annyit magad el tudsz tartani, vagy nem azt fogja mondani, hogy próbálj annyit keresni, hogy magad eltartsd, mert ennek nincs karrierje. Tehát kész, itt van 55 évesen, nincs semmije. Se karrierje, se munkája, és most ott van, a 4 órában dolgozik, és várja, hogy majd a férje mégis egy 50 000 forintot azért havonta adjon neki, hogy ne halljon éhen. És egyébként okosabb, mint a férje, 100-szor. Magyarországon készítettek egy remek kutatást arról, hogy mi történik a gyerekek párválasztásával akkor, ha a szülők nagyon kulturáltan, de elváltak, vagy ha az egyik szülő, mondjuk az apa meghal. Mi a különbség a párválasztás eredményében? Milyenek lesznek azok a gyerekek, akik ilyen szülőktől születtek? A megállapítás nagyon érdekes volt. Az elvált szülők gyerekei közül a lányok is és a fiúk is egy nagyon érdekes házassági vagy párkapcsolati metódust választottak, mégpedig azt, hogy vagy korán házasodtak, vagy egyáltalán nem. Nagyon gyorsan elváltak, nagyon sok párkapcsolatuk volt. Tehát egy ilyen gyors jellegű párkapcsolatot, egy instabil párkapcsolatot választottak. Ugyanakkor azoknál a családoknál, ahol az apa meghalt korán, ott a fiúk is és a lányok is, ebben az esetben is a fiúk is és a lányok is egy másik kapcsolati formát választottak. Korán házasodtak, több gyereket szültek, nagyon stabil házasságot kötöttek, és nagyon stabil volt a párkapcsolati választásuk. És a kutatók elkezdték kutatni, hogy mi lehet az oka. És azt állapították meg, hogy mit hall a gyerek az édesanyjától, az apáról egy elvált kapcsolatban. Ugye azt hallja, hogy szülj annyi gyereket, amennyit egyedül is eltartasz, ami nyilvánvalóan a hiány ugye ott van mögötte, hogy ha nem tudsz többet, mert akkor nincs, aki segítsen. A másik része pedig az, hogy ugye nincs szükség a férre és az apára a családban. Ez mind a két esetben, a lányok esetében is és a fiúk esetében is eredményezte ezt a fajta házassági szokást, vagy párkapcsolati választást. Nincs rám szükség, mondta a fiú, arra, hogy én családapa legyek, vagy férj legyek, a lányoknak pedig nem kell férj, és nem kell apa, mert lám az enyémik is hogyan éltek. A meghalt apánál azonban ugye mit hallottak a gyerekek? Bárcsak az apád látta volna, ha az apád itt lett volna, tehát egy olyan minta
került a gyerekek elé, ami nagyon komolyan meghatározta azt, hogy milyen módon válasszanak. Ez egy nagyon nagy, nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy nyilvánvalóan vannak olyan élethelyzetek, és nagyon mindenki maga dönti el, hogy hogy válik, és meddig él egy rossz kapcsolatban, vagy sem. Csak hogy ugye a kapcsolatokban ugyanúgy sietünk, és ugyanolyan felkészületlenek vagyunk, amilyenek nem voltunk 100 évvel ezelőtt. Akkor suba a subához. Tudta, hogy ki kivel fog házasodni. Ma fogalma sincs két fiatalnak, ha összekerül, hogy hogyan fognak egyáltalán élni, kinek milyen ízlése van, ki hogy gondolkodik a gyerekről, a családról, bármiről. És arra már nincs idő, hogyha valamelyik fél csalódik, és általában a nők azok, akik a felelősei a családnak, akik először veszik észre, hogy valami nem stimmel. És akkor majd hát, ha egy másik új az sikerül, nem adunk időt egymásnak arra, hogy megismerjük egymást, és hogy megtanuljuk. Mert sajnálatos módon a házasság, aki elég hosszú házasságban él, az pontosan tudja, hogy mennyi munka, napi munka. Nem arról szól, hogy máma kimegyek el, vagy mikor vagyok szabad, meg mikor nem, hanem arról szól, hogy megtanultam, hogy hogy működik egy férfi, vagy hogy működik egy nő, és megtanultunk-e együtt működni. Akkor lehetne belőle valami, de egyelőre a példák azok nem ezt mutatják. Judit? Én csak annyit szeretnék egy kicsit úgy, szerintem itt nem mondotok egymásnak különösebben ellent. Tehát én azt gondolom, hogy a nők is kerülhetnek áldozati szerepbe, vagy helyzetbe, és a férfiak is kerülhetnek egy áldozati helyzetbe. Ez inkább arról szól, hogy van egy olyan fajta korszellem, ami tényleg alapvetően arra nyomja a férfit és a nőt is, hogy egy magányos életet éljen. És az meg egy külön történet, hogy ennek mi az oka, hogy ennek valóban milyen gazdasági, milyen gazdasági okai meg érdekek vannak e mögött, de hogy alapvetően itt, most én lehet, hogy kicsit átvettem a moderátor szerepét, csak hogy én szerintem ugyanannak a dolognak a két oldaláról beszélgetünk itt sok szempontból, és csak ennyit akartam megjegyezni. Igen, én azt mondtam, hogy igazából ugyanazt mondjuk, csak nem halljuk egymást. Tehát... Én még ehhez szeretnék csatlakozni, hogy amit az Erzsi mondott, hogy ugye mit mondtak az anyák, ha meghalt az apa, meg hogyha válás volt. Én azt gondolom, hogy manapság nagyon sok válás van, ezt el kell fogadni, valószínűleg nagyon sok is lesz is. De ezt a tanulságot meg lehet fogadni, hogy amikor arról van szó, hogy válásra kerül a sor, akkor nem az apát nem, tehát mint ahogy nagyon sok rossz válás van, és akkor azt mondja, meg az anyát se, így van. Tehát, hogy azt megtanulni, hogy a gyerek az apából és anyából van, tehát hogy egyszerűen a gyerek sérül, akárki anya hibáztatja apát, apa hibáztatja anyát, és azt gondolom, hogy ezek a mondatok, hogy ha apa itt lenne, büszke lenne rád, ha apát most felhívjuk telefonon, elmeséljük neki, hogy neki is jól essen, de ugyanakkor akár azt is, hogy ha most ezt csináltad, hát nem lenne büszke rád. Tehát én azt gondolom, és az anyával kapcsolatban ugyanígy, hogy ezt a tanulságot megfogadhatjuk, ha már ennyi válás van. Bocsánat, Amerikában nagyon sok ilyen kutatás van, ugye ott is rengeteg a válás, és már régebben kezdték, és ott azt mutatják ezek a kutatások, hogy a válások zöme az a boldogságkeresés okán történik. Most gondoljuk bele, hogy egy absztrakt boldogságkeresés miatt válnak el az emberek, és az később sem fogják megtalálni, mert sokkal súlyosabb helyzetbe lavírozzák bele magukat. Ugye nagyon bonyolult dolgokba lavírozzák bele magukat ezáltal, és az ottani kimutatások vagy kutatások azt mutatják, hogy aki már majdnem elvált, de végül mégis megoldotta a problémáját, és ez azt jelenti, hogy nem szürkén és kiégve éltek tovább, hanem megoldották a problémájukat, annak a boldogság, nem tudom, indexe vagy mutatója még annál is magasabb volt, mint amikor összeházasodtak. És a probléma a tűrés határral van. Hol vannak ezek a tűrés határok? Mikor mondjuk azt, hogy szörnyű az életem, szörnyű áldozat vagyok, ugye? Én azt érzékelem, hogy nagyon alacsonyra került ez a tűrés határ. Mindenki rohan, hogy egy életem van, és ezt most nem akarom. Mindenki egocentrikus lett, önmagát helyezi a középpontba. Mindenki, hát ugye most ez általánosítás. Ez egy korszellem. És ez nagyon-nagyon végletesen lecsökkenti ezeket a tűrés határokat a béka feneke alá, és olyan pici dolgokra mondjuk azt, ugye a magyar statisztikák is azt mutatják, hogy a gyerek kisiskolás koráig, tehát 5-6-7 éves koráig elválnak a szülők nagy része.
Ez azt jelenti, 50 év fölött alig van válás már. Tehát 50 éves párok a fölött. Nem élnek a fiúk. Tehát az az, az ember érzés, hogy el kell jusson egy bizonyos határig, mert utána már háthabbi nagyobb biztonságban van a családja. És ez azt jelenti, hogy az első közös határt nem tudják megugorni, az első közös akadályt, a szülővé, az apává, anyává válást, és rögtön az a változás, amit a gyerek hoz, azt elkezdik egymás nyakába varni. A férfinak is megnő a felelőssége, a nő otthon marad mondjuk gyesen, és akkor a férfi azt érzi, hogy őt nem rúghatják ki az állásából, őnek is sokkal többet kell tűrnie, mindenféle dologban extrát kell teljesíteni, mert az ő vállában ez a nagy felelősség. A nő meg otthon van, és azt mondja, hogy én be vagyok ide zárva, ki vagyok égve, különben is. És mindenki a másikat teszi felelőssé, ugye az ő nagy problémájáért, és az első közös feladaton megbuknak. Nem az ötödik válságukon válnak el, mert ugye ez úgy következik be, hogy megszületik a gyerek, mindenki nagyon boldog, kiteszi a Facebookra, nagyon sokan lájkolják. Utána, amikor már 2 éves, akkor mindenkinek ilyen szürke a feje, és utána 3-4 éves koromán tudják, hogy nincs tovább, és még húzzák 2 évig. És akkor lesz 6, és kész, elváltak. Tehát körülbelül az első darab problémán sem jutunk túl. És ez erről azért kell beszélni, mert nem igaz, hogy ezt el kell ismerni. És egy nagyon súlyos problémát mondok most, ugye mivel sokkal több a válás, tehát a válás, ugye 60% fölött van a válások aránya, ezért például a média ki kell szolgálja a válások piacát. Ugye senki nem fog olyan magazint venni, ahol azt mondják, hogy elválni nem jó. Azt a magazint fogják megvenni az elváltak, ők vannak többségben, ahol olyan érveket hoznak, hogy igen, te jól döntöttél, mert rossz házasságban élni szörnyű, nem leszel hiteles a gyereked előtt, hogyha veszekszel. Persze az, hogy 2 évben megoldottad a problémát, 2 évig veszekedtél, de utána megoldottad, és 100 évig jól lesztek, az föl sem merül, mert már abban 2 évben a hitelességed megvédése érdekében elválhatsz. Tehát a házasságot például ez nagyon támadja, hogy rengeteg olyan cikk van azért, mert ezt a piacot ki kell szolgálni. Másik szempontból az elváltak, ugye, most én házas vagyok, tehát úgy kell ezt nézni, az első házasságommal nevelem a gyerekeimet, a feleségemmel együtt. Az elváltak, meg egy olyan életmódot mutatnak a még nem elváltaknak, ami nagyon vonzó. Azt mondja, hát ne haragudj, amikor nincs nálam a gyerek, ugye, mikor van az élet? Amikor nincs nálam a gyerek. Amikor az apjánál van, vagy az anyjánál van, akkor én bulizok, újabb csajokkal, férfiakkal töltök föl fotókat, elmegyek Honoluluba nyaralni, szabad életet élek. Ezt látják a házasok, akik ezt nem tudják megengedni maguknak, és a másik az, amikor ugye elkezdik vonzani egymást, hogy gyere te is bulizni, mert milyen jó lesz. És ugye ők meg kell indokolják önmaguknak az elváltak, hogy ők tényleg jól döntöttek, és ezt mantraszerűen mondják a környezetüknek. Állandóan azt mondják, én jól döntöttem, ezt így kellett csak így, te is nézd meg, bárki és mindenki. Azt kell lássuk, hogy olyan mérhetetlen nyomás alatt vannak a házasságok minden irányból, azzal senki nem foglalkozik, aki benne van és benne még küzd. Azt az értékrendet, hogy miért jó. Mindenhol az van, ugye, amivel a válások piacát éljük, hogy a házasság az valami szürke, szörnyűség, ahol megalkuvások között élnek emberek. Általában családon belüli erőszak közepette, és ez nem igaz. Tehát, hogy olyan szörnyű dolog az, de legjobb az, amikor felszabadulsz és kimész. És ezt most én megélem saját életemben, és állandóan, ugye a feleségemmel ezt állandóan megbeszéljük, hogy biztosan tartjuk a szemkontaktust, és nem kifele, ugye, hogy kinek, és ezen omlanak meg a házasságok körülöttünk. Tehát ezt akartam mondani, hogy ilyen világot élünk. Igen, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit mondtál így a gyerekekkel kapcsolatban, tehát hogy azt gondol, vagy úgy vannak, hogy amikor nincs ott a gyerek, akkor van az élet. Mert hogy most ez lehet, hogy pszichológusként furcsa így az én számból, de hogy a gyermeket feltesszük a piramis legtetejére, és mindent megpróbálunk alárendelni neki. Én azt gondolom, hogy sokszor irreálisan. Tehát alárendeljük a párkapcsolatot a gyereknek, mert olyan elvárások is nehezednek az anyákra, meg sokszor az apákra is, hogy a gyermeket kell tökéletesen a fókuszba tenni, és ezért anyák nem mernek otthagyni egy gyereket egy nagymamára x éves korában, nem mernek kettesben elmenni vacsorázni, vagy akár egy hosszú hétvégére, mert hogy akkor sérül a gyerek. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy olyan elvárás, ami irreális, nem lehet, tehát ennek hosszú távon nem lehet megfelelni, mert akkor valóban tönkre megy a párkapcsolat, hogyha csak apa meg anya vagyunk, és nem vagyunk férj-feleség,
és nő meg férfi, mert ezek nem ugyanazok a szerepek. De megint ugyanoda jutottunk el, hogy a gyereket levettük mindenhonnan, ha ez a lelkiismeretünk kérdése, hogy most akkor, ja Istenem, ebbe a pillanatban valami van, a gyerekek megtanulnak valamit, és ez egy nagyon-nagyon elgondolkodott dolog minden szülő részére. A betegnek lenni jó. Tehát amikor a gyerek ezt tanulja meg egy életre, hogy akkor futnak össze az anyátlan, apátlan gyerekek, hogy Emmát idézzem, hogy amikor betegek. Amikor beteg a gyerek, akkor mindenki összefut. Nagymama, anya, mindenki az égvilágon. A gyerek megtanulja egy életre, hogy betegnek lenni, áldozatnak lenni jó dolog, mert akkor szeretik. Tehát a gyerek a központja ennek a kérdésnek, akár tetszik nekünk, akár nem. Lehet, hogy ez nekünk borzasztó, nehéz dolog, meg nem tudunk elmenni, meg megvalósítani. Én nem azt, én... De a gyerek az a fajnak az üzenete. Így van, és azt gondolom, hogy reális elvárásokat támasztva nagyon fontos a gyerek. Én most az irreális elvárásokról beszélek. Az irreális az megint ami... a személykérdés. Én pszichológus vagyok, én csak ezt tudom képviselni. Így van, de ha megint arra gondolunk, hogy egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, amiben a saját biológiánkat köpjük szembe. Tehát ezt, Csányit idézem, senki mást, ha bármilyen emberi törvény, emberi magatartás a saját normál alapbiológiája ellen indul, aznak rettenetes nagy ára van. Most fizetünk. És azzal fizetünk, hogy nem vagyunk hajlandók odafigyelni, hogy misztifikálunk dolgokat, hogy apró dolgokba belemegyünk, ahelyett, hogy látnánk, hogy a nagy struktúrában van a gond. Tehát ha nem tudunk odafigyelni arra, hogy a gyereket nem lehet majd segélyekkel, meg mindenféle pénzzel motiválni, hanem egyszerűen a gondolkodásunk közepébe, ha nem tartozik a gyerek. És ez nem probléma, nézzék meg, Hollandia elkezdett egy olyan technikát, önmagától, nem az állam, hanem az emberek. Elkezdett egy olyan technikát, amire oda lehet figyelni. Nem egy ilyen világgazdag nép, meg már úgy a hétköznapokban nem ők fedezik, nem ők járnak Prádába, meg nem tudom mibe, hanem egy ilyen kicsit igénytelenebb társaság. A lényege a dolognak az, hogy Hollandiában a legmagasabb a részmunkaidőben dolgozó fiatal férfiak és fiatal nők aránya. Ami egyszerűen azért csinálja, de ezt nem állam vezette be, ők kezdtek el gondolkodni rajta, hogy hát ha a nők csak ilyen 25 és 35 között van ez a szülési izé, ez a biológia, hát ha gyereket akarnak, akkor esetleg azt kéne csinálni, hogy ebben az időszakban erre koncentrálni, aztán előtte is, meg utána is élheti a nagy szabad életét, amikor már gyerek nem akar velünk lenni. Na most megkezdik egy ilyen, és az állam azonnal ugrott erre. Tehát azt mondja, igen, akkor lejjebb az igényekkel, de kapjatok annyit, hogy ebből tényleg egymással tudjatok lenni. Ne pedig arra dolgozzatok, hogy 18 órákat dolgozzatok, nézzék meg a fiatalokat, olyanok, mint a papírzsebkendő. Kihasználják őket 18 órában naponta, aztán eldobják őket, mert jön a másik, az olcsóbb. Hát ha ezen nem tudunk elgondolkodni, és ha annyira oda vagyunk azért, hogy mindannyian különbözünk, mindenkinek a saját életét kellene megtanulnia, akkor bizony a saját életébe kell elkezdeni a nőknek is azt mondani, igen, ez a korszak nem a buli korszaka, ez a korszak a pelenka korszaka. És nem, teljesen mindegy, hogyha azt akarjuk kitalálni, mert a férfiak pelenkáznak helyettünk, akkor nem vagyok ott a gyerekemmel, amikor beteg, akkor apa van ott vele. Ez nem nagy baj, csak tessék majd megkérdezni a gyereket, meg majd az anyukát. Hát egyszerűen a biológiánk az egy iszonyatosan erős valami. Ha erre nem figyelünk, és akkor ki fog derülni, hogy az ember nem sokat változott ám, csak szeretne. Mondjuk ez csak zárójelben annyit tennék hozzá, nem hiszem, hogy a hollandoknál az apák nem szoktak pelenkázni. Hogy nem, de ez nem jelent semmit. Persze, hát nem csak nekem az jutott eszembe arról, amit mondtál, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen furcsa az, hogy ugye ma Magyarországon arról beszélünk, hogy 20 éves korban milyen szinten vannak kizsigerelve a fiatalok, és közben pedig mégiscsak a hivatalos helyekről jövő közgondolkodás, tehát most nem a médiát mondom feltétlenül, az meg azt sugallja, illetve nyíltan arról beszél, hogy igenis azokat a fajta hagyományokat, most nem jó kifejezés a hagyományos, azt a fajta modellt vigyük tovább, hogy a nő a szüljön, a férfi pedig dolgozzon látástól vakulásig, hiszen ez a férfi szerepe. Valahol ez nagyon, nagyon ellentmond annak, hogy részmunkaidőben mind a két nem dolgozzon. Mi kultúránk
leszünk ettől idegen is, ami nem tudunk egyébként... Mármint, hogy mitől idegen? Ettől a részmunkaidős dologot. Hát akkor miért javaslod ezt? Nem, én javaslom, azt mondtam, hogy a hollandok csináltak egy példát. Ez csak de hogyha náluk munka. Működött, akkor azt gondolod, hogy ez nálunk nem tudom, valami hogy miatt nem tudom. Működhetne? Ez végre egy olyan kiút, ami egy lehetőség. Eddig még senki a világban nem mutatott egy új rendszert arra, hogy hogyan lehetne a párkapcsolatokat gyerekkel együtt valahogy megélni. Hollandok azt mondták, hogy a fiatalok együtt szeretnének lenni, együtt nem sokkal alacsonyabb a válások száma, és így tovább, és így tovább. Tehát, ha ők találtak egy ilyen kiutat, én nem azt mondtam, hogy ezt kell utánozni, hát a mi kultúránk az nem fogja ezt utánozni, mert a marihuánát se fogjuk presszóba árulni, mert más kultúrába élünk. De azt, hogy vannak lehetőségeink, és ezen gondolkodni lehet, az biztos. Hát ha ennek a beszélgetésnek nem az a célja, hogy ne utálják meg ezt a témát bennünket, hanem csak egy kicsit gondolkodjanak valamin, akár a saját életükön. Hát ez a tanulás célja. Hát abból nem lesz semmi, hogy itten elmondjuk, hogy na, ezt így kéne, beadjuk a kívánsághangversenyt, ahogy minden egyes nemzetközi izébe benne van, hogy akkor most legyünk okosak, legyünk szépek, és akkor mondjuk meg az államnak, hogy mi van. Nem. A dolog úgy zajlik, hogy a felelősséget mindenkinek a saját életért kell vállalnia. Csak hogy nem erre tanítjuk meg a gyerekeket, hanem arra tanítjuk meg őket, hogy van egy csomó válasz, itt okosbogyók ülnek, itt mindenki vitatkozik, mindenkinek ellenvéleménye van, de az, hogy a saját életével mit kezdjen, és ez mennyire az ő felelőssége, az soha. Arról nem beszélünk. Mindenki rámutat a másikra, hogy te csináld. Te csináld, meg te csináld. Én mit? Amikor a kriminológiában családon belül erőszakról szó van, akkor ez az első, amiért engem mindig fejemet akarják venni, amikor azt mondom, hogy igen, van a sértett, akit megvertek, és van az áldozat, akinek el kell gondolkodnia, hogy hogy jutott el idáig. Amikor ezt a mondatot kivond, akkor kicsatolják a fegyvereiket. Szóval erről szól. Na de hát könyörgöm, a következő statisztika már meg is mutatja, hogy hogy csinálják meg újra és újra és újra ugyanazt a hibát. Ha erről nem beszélünk, ezt nem akarjuk, ez mindenben ugyanígy működik. Viszont... A saját életemért vagyok a felelős. Akár nő vagyok, akár férfi. Ez egy nagyon jó végszó. És...